Köszöntöm kedves nézőinket! Marad a hó, maradnak a lapátok, érvényben marad a vörös kód, és a mentők is többet vonultak a napokban. A hideg idő mindenkinek az életét megkeseríti, ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hétvégén vörös kódriasztást léptetett életbe, ugyanis éjszakánként tartósan mínusz 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy a bentlakásos szociális intézményeknek is be kell fogadniuk hajléktalan embereket, ha a nappali melegedők hajléktalan embereket befogadó központok megteltek. Cibere Károly elmondta, a befogadó intézmények, a diszpécser központok és az utcai szociális munkások is felkészültek a riasztással járó feladatokra. Ennek nyomán azt láthatjuk, hogy rendkívüli szélsőséges időjárási viszonyok alakulnak ki, amelynek következtében a következő napokban folyamatosan az éjszakai hőmérséklet tartósan mínusz 10 Celsius fok alá csökken. Ennél fogva tehát nekem, mint szociális államtitkárnak felelősségem, hogy elrendeljem a vörös kódriasztást. A kormány a krízis időszakban megerősítette a szolgáltatási rendszert, hiszen a 9600 átlagosan meglévő férőhely mellé további 1500 férőhely megnyitásáról döntött, és ehhez finanszírozást is biztosította. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy még mindig van jelentős számban üres férőhely, tehát senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központban a hétvége óta fokozottan készülnek a rendkívüli hideg időjárásra. Zsabka Attila, a központ vezetője azt mondja, minden segítségre szorulót befogadnak, aki jelentkezik. Ebben az időszakban is fontos a kiszámíthatóság, tehát ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítjuk, amit eddig ugye megszokhattak az utcán élő emberek elsősorban, tehát a teásjárat, illetve hogy az időszakos félője folyamatosan biztosítjuk a nappali melegedőben éjszakra nyitva tartással. És hát ugye folyamatosan felhívjuk, ezt kértem a kollégákat, bár ők maguktól is csinálnák, hogy folyamatosan fölhívják az emberek figyelmét, elsősorban az utcán élők figyelmét, hogy nagyon hidegek vannak, lesznek, és ugye még várhatóan péntekig azért még tart ez a rendkívüli időjárás, hogy lehetőleg húzódjanak be az intézménybe, legalább átmeneti ideig, vegyék igénybe, óvatosabbak legyenek, mert ugye hát mindenkinek egyéni felelősség, hogy mit tesz. Mi azt tehetjük, hogy van egy mobilszám, a 0620 957 94 10-es, amin a kollégák folyamatosan hívhatóak, ugye az utcai szolgálat, nem van ez a telefonszám, éjjel-nappal hívhatóak. Elsősorban ugye arra szolgál ez a ügyeleti szám, ügyeleti mobil, hogyha olyan embert látnak a lakók a környezetünkben, akik eddig nem voltak ott, vagy nem volt ott, ellátatlanak érzik, segítségre szoruló, de nincs életveszélyben megítélésük szerint, akkor az utcai szolgálatot fel lehet hívni, ők ki fognak menni, ha kell, ellátják, ha kell, kísérik, behozzák az intézménybe. Ilyen hívásunk, ugyanha nem is szaporodott meg a hideg miatt, de volt hétvégén 3, ahol az utcai szolgálat munkatársának intézkednie kellett, de hát erre vannak a kollégák, hogy folyamatosan hétvégén is ügyeletben vannak, nem csak hétköznap. Próbáljuk mi is értelemszerűen átvészelni a telet, hogy minden egyes talpalatnyi helyet, ami ha szükséges, az embereknek biztosítjuk, meleg helyen vannak pótszivacsaink, takaróink, tehát fel vagyunk, mondhatnám, arra készülve, hogyha hirtelen egy nagyobb létszám megindulna az utcáról, akkor őket is el tudjuk helyezni, ha szükséges, akkor még egyéb más helyiségeket is megnyitunk, hogyha ez a létszám indokolja. Ami biztos, hogy a női szállóra már többen bementek erre a úgynevezett, ugye nincs idényszállásunk, de a közösségi helyiségbe szivacsokat tettünk le, és erre a rendkívüli hidegekre befogadtunk. Hát ilyen napi szinten 3 fő jön hétvégén, úgyhogy várhatóan ők, mivel nem tudnak hova menni, várhatóan a női szálló közösségi helyiségbe próbálják átvészelni a hidegeket. Többen érkeztek egyébként a hétvége óta? Hát egy minimális emelkedést itt a Sörház téren, a menhelyen, ugye itt van 2 lakókonténer, az most tele van, az éli menedékhelyünk 35 férőhelyes, az folyamatosan tele van, itt téli időszakban mindenképpen, és ugye van egy 20 férőhelyes időszakos férőhely, a nappali melegedő éjszakra nyitva tartásával, itt még 10-15 ember van átlagban napi szinten, tehát itt még mindig jöhetnek, de nincs telt házunk, olyan volt már, amikor 70 fő fölött is volt az intézmény,
esetben az ellátotti létszám, itt az alacsony küszöbű ellátásra gondolok, most ez 63, a hétvégén 63-an voltak benne éjszaka, plusz persze a 41 férőhelyes szállás, de itt most én az ilyen éjjeli menedékhely típusú szállásról beszélek. Sörháztér 3 szám alatt itt van a nappali melegedő, a konyha, illetve éjszaka az éjjeli menedéke, itt ugye ez férfiaknak szól elsősorban az éjszakai szállás, a női szálló pedig a Széchenyi 60-ban van, hogyha valaki hajléktalan úgy ítéli meg, vagy valaki látja, hogy ellátatlan hölgyről lévén szó, akkor lehet szólni neki. Általában azért az emberek tudják, hogy hol vannak ezek, már mint az ellátottjainkról beszélek, hogy hol vannak az ellátások, hova lehet bemenni, hol lehet segítséget kérni. Zsabka Attila továbbá arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban is fokozottan figyeljenek oda az utcán élő és az otthonukban egyedül élő idős emberekre egyaránt, és szükség esetén kérjenek nekik segítséget. 20%-kal emelkedett meg a mentők vonulásainak száma az elmúlt napokban. Fehérben fagyási sérülések miatt senkit sem kellett ellátniuk az egyenruhásoknak, de a hideg idő miatti balesetek bőven adtak nekik munkát. Egy ember életét vesztette két autó karamboljában reggel az 1-es főúton Bicskénél. Ahogy a katasztrófavédelem fotóján is látszik, Zámolyon egy autó betonoszlopnak ütközött, amely ketté törött. Moron pedig árokba borult egy kocsi. A mínuszok múlt hétvége óta röpködnek, a mentők pedig azóta pörögnek. 20%-kal többször riasztják őket ilyenkor, mint egy átlagos nap. A balesetek mellett a traumás sérülések adták a legtöbb munkát az egyenruhásoknak. Fagyási sérülés, illetve kiüléssel az utóbbi napokban senkit nem szállítottunk kórházba. Ennek az a legfontosabb hozománya, hogy folyamatosan a társszervekkel együttműködve monitorozzuk az utcákat. Ez azt jelenti, hogy bármilyen olyan esemény történik, azonnal szólnak, és ezek a betegek a megfelelő gyógyintézeti ellátásra kerülnek. Tehát ilyen eseményünk természetesen nem volt. A meteorológusok szerint a kedd a hét leghidegebb napja. Szerdától fokozatosan emelkedik a hőmérséklet egészen hétvégéig. Csapadék szerdán várhatóan már nem lesz, mínusz 10 és mínusz 5 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani. És nem csak a mentőknek akadt több dolguk, sokan a havat lapátolták és a járdákat tisztították kedden délután, hiszen Fejér megye nagy részén éjjel óta havazik. Székesfehérváron délután mínusz 5 Celsius fokot mutattak a hőmérők. A hidegebb napokban intenzívebben fűtenek a helyiek. Még javában esett a hó délután a városban, sokan mégis előre dolgoztak és tisztítani kezdték portáikat. Nemrég fűtöttem be, majd most már kell tenni. Réger Ferencné ebben a kazánházban szokott fűteni. Mint mondja, kora reggel a lánya segít a ház körül havat lapátolni, fia pedig beszerzi a kellő fa mennyiséget és behordja azt ebbe a kis kazánházba. Most úgy szokunk fűteni, hogy délelőtt a gázossal, délután a fással, ilyen vegyes tüzelésű ez a kazánom. Ez a férfi, mint mondja, napokban intenzívebben fűt otthonában. Miközben a járdákat takarítja háza előtt, a lakás már javában melegszik. Most már elég komolyan kell fűteni, idáig is kellett, mert csapadékos volt az időjárás. Hát én vegyes tüzelésű kazánban, fával és szénnel fűtök. Már hosszabb ideje óta, hál' Istennek már egy pár évvel nyugdíjas vagyok, ráérek tüzelgetni. A sok éves átlagnál lényegesen hidegebb van. Helyenként több mint 10 Celsius fokkal alacsonyabbak a most mért és a következő napokban várható nappali legmagasabb és az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékleti értékek. A hirtelen jött hideg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem négylábú társainkét is. Ezekben a napokban, mint ahogy embertársainkra, rájuk is jobban kell figyelni. Ezt a kiskutyát és még két testvérét a Pákozdi erdőben találták. A kölykök egymáshoz bújva diderektek, ha a megtaláló nem viszi be őket az állatotthonba, valószínűleg éjszaka megfagytak volna. A kemény mínuszokra bizony a kis kedvencek sem immunisak. A lakásban tartott kutyákra és macskákra még veszélyesebb a hideg. Különösen a nőstény állatok vannak annak a veszélynek kitéve, hogy könnyen felfáznak, lehet egy húgyhólyaggyulladásuk, vagy valami ilyen hasonló. Ezért hasznosak azok a különböző ruhák, de ott ugye nem a divatot kell követni, hanem azt kell megnézni, hogy tényleg az állatnak a hasonját védjék ezek a ruhák, és nedves ruha az mondjuk nem maradjon az állaton, erre is nagyon oda kell figyelni.
Ő Bambula, az Askamen helyen él. Nem fázik, lakásban élő társaival ellentétben ő felkészült a télre. Ajszőrzetet növesztett, ami védi a minuszoktól. Az udvaron tartott kutyusok emiatt jobban bírják a hideget, de az ő számukra is biztosítani kell egy helyet, ahol elbújhat és melegedhet. Erre a célra egy megfelelő méretű, szigetelt, száraz kutyaház a legmegfelelőbb. A lényeg az, hogy mindig a kutya méretének megfelelő legyen az a hely, ahol be tud bújni, hiszen a saját testhőjével fogja ő fölmelegíteni. Lehet bele takarót tenni, van, aki szalmát rak bele, az a lényeg, hogy arra kell figyelni, hogy abban a pillanatban, amikor az nedves lesz, azt azonnal cserélni kell, hiszen több kárt okozunk, mint hasznot egy vizes takaróval. A búvóhely mellett az ivóvízre is fokozottan figyelni kell, hiszen a kemény minuszokban az itatótálban szinte percek alatt megfagy a víz. De a kutyáknak az sem jó, ha jéghideg vizet isszák, ugyanis könnyen torokgyulladás lehet a vége. Ronda károkat és sok-sok bosszúságot is okozhat a hétvégén jött extrém hideg. A kemény mínuszok megviselik az autókat is, de rendszerint megemelkedik ilyenkor 10-15%-kal a csőtöréses esetek száma is. A nem megfelelően szigetelt vízórák pedig egész egyszerűen szét is fagyhatnak. Kattan a motorháztető, a sofőr pedig már keresi is a hiba okát, miért nem indul a kocsi. Sokakat érhetett csalódás ma reggel, mikor munkába indultak. A kemény mínuszok az autókat is megviselik. Csak a kiváló állapotú kocsik indulnak egy-egy hidegebb éjszakát követően. Leggyakrabban az akkumulátor adja meg magát a hidegben, mondja a szerelő. Akinek módja van rá, hogy az akkumulátorát esetleg ilyen hideg állapotban töltőn hagyja, akkumulátor töltőn, annak mindenképpen reggel könnyebb lesz az indulás, és hát gondolnunk kell itt a megfelelő üzemanyagra is dízelautók esetében. Jó minőségű akkumulátor és a hibamentes elektronikus berendezés, ami segíti ilyenkor az autók indítását. De nem csak az autókban okozhat kárt a fagy. A rendkívüli hidegben menetrendszerűek az elfagyott vízmérők, csövek és egyéb szerelvények miatti bejelentések is. A hétvége óta egyelőre csak pár esetet jelentettek, de tavaly például több mint 700 elfagyás történt megyeszerte. A mérő elfagyása egy hosszabb folyamat eredménye, mely megelőzhető. Azokról a mérőkről beszélünk, amelyek kint vannak udvaron, aknában vagy a pincében, nyitott ajtó mellett, tehát nem a lakásban lévő mellékmérőkről. A téli hidegben egy idő után, főleg ha nagy a hideg, akkor elfagy a mérő, illetve hát a víz fagy meg benne. Ez egy folyamat. Most volt két hideg éjszakánk, ilyen -9, -10, -11 fok volt itt a környékünkön. Ez még nem jutott odáig ez a folyamat, hogy a mérő elfagyjon. Tavaly januárban, amikor volt egy hosszabb hidegperiódus, akkor nagyon jól emlékszem, hogy 737 darab mérő fagyott el. Csak itt a mi szolgáltatási területünkön, ami még nem is teljes megye, majdnem a megye. Tehát a potenciális veszély nagy, most megint -10-ek vannak, és hogyha ez a folyamat eljut odáig, hogy a mérő áthűl és megfagy, akkor az tönkre megy, mert a jég szétfeszíti, és ki kell cserélni. És ezt a felhasználónak kell kifizetni, sőt, nem csak ezt, hanem az elfolyt vizet is. Na most mit lehet tenni? Először is meg kell nézni. Lehet, hogy még nem késő, mert mint ahogy említettem folyamat, lehet, hogy a -10-ek után -2-nél fog elfagyni, mert a hűlés akkor is megy tovább, csak nem olyan ütemben, hogyha a -2-ről beszélünk a -10 helyen. Tehát most meg kell nézni, lehet, hogy nem késő. Mik a tipikus dolgok? Az akna nem zár jól, illetve az akna fedlap nem zár jól. Egy kavics került alá. És a legnagyobb veszély az az, hogy a hideg levegő közvetlenül bejut ebbe a vízmérőaknába, és azt fagyasztja el. A másik, amihez hosszabb idő kell, hogy az akna ugyan lezár rendesen, de nem megfelelő, nem eléggé szigeteli a mérő. Tehát a hőszigetelő képessége annak a betonaklának, azzal a normál fedlap nem elég jó, ezért le kell takarni. Nem a vízmérőt szoktuk becsomagolni, mert nem csak a vízmérő fagyhat el, hanem az aknában lévő cső is elfagyhat, az elzáró szerelvény is elfagyhat. Tehát ezeket az aknát kell védeni, hogy az aknában lévő levegő ne hűljön le oly mértékben, mert alulról jön a földnek a hője, és hogyha fönt lezárom a hideget, vagy csökkentem annak az átjutását, akkor egy olyan körülményt teremtek, hogy nem fagy el a mérő.
Még hogyha csak a mérőcsavarom, akkor vagy sikerül, vagy nem, és körülötte épp úgy áthűl a levegő. A hétvégi nyaralókban történnek leggyakrabban elfogyásos esetek, ezekben akár a komplett rendszer szétfagyhat, ezért mindenképpen érdemes vízteleníteni ezekben a házakban. Annál is inkább, mert mérőóra elfogyás esetén a csere és az elfolyt vízköltsége is a fogyasztót terheli. Nem csak a mérőfagyel vagy a aknában lévő szerelvény, hanem azok a belső rendszerek, amiket nem használnak, hétvégi nyaraló. Azokat vízteleníteni kell, mert áthűl a nyaraló, és nem csak a mérőfagyel, hanem az egész rendszer is iszonyú pénzeket költenek rá. Na most, hogyha észleli, hogy elfagyott, akkor jelezni kell felénk. Honlapunkon megvan, hogy melyik diszpécser szolgálat, vagy ügyfélszolgálat, hogy érhető, melyik üzemmérnökségé Fehérváron kit hívjanak, az a legjobb. Az sem kizárt dolog, hogyha látja, hogy elfogyott, de nem repett szét még, csak érzi, hogy nem jön a víz. Hát akkor nagy valószínűséggel elfogyott. Nem szabad úgy kiolvasni, hogy perzselő, hajszárító, hőlékfúvó, nem tudom, langyos meleg vízzel lehet ilyet megkísérelni, de az a legjobb, hogyha szólnak. Kedves nézőink, ez volt mára az esti mérleg, de ne kapcsoljanak el sehová, tartsanak velünk továbbra is, jó éjszakát, viszontlátásra!